Na, sziasztok, üdvözlök innen mindenkit, itt vagyunk most jelenleg Kelenföldön. És ami miatt jöttem, itt szeretném bemutatni nektek itt az épülő egyes villamosnak az új szakaszát. Vagyis hát akkor tanulj meg beszélni, és az egyes villamos épülő új szakaszát. Így kicsit magyarabb lett a mondat, de mindjárt meg is voltam, miről beszélek. Szóval egyébként itt vagyunk, mondom, Kelenföldön, az ott az új aluljáró, ott a düledező állomás épület. Itt pedig szembe egy, úgy tudom, hogy egy pláza épül, és ami az érdekesség, az viszont itt van, itt lesz az új épül, egyetért az új végállomás, négy vágányos lesz, mint látható. Itt a váltók be vannak építve, plusz már a vágányok is le vannak itt fektetve ezen a részen. És valószínűleg egyébként én úgy gondolom, hogy ez a kettő lesz az úgymond átmenő, vagy a fővágány, és akkor ezek itt a kitérők. Tehát valószínűleg itt ahol most állok, itt a járdánál, itt fog jönni az új villamosvonal. Tehát itt ott valahol a busz mellett itt lesz a két vágány. Na, te nagy forgalom van itt. És a másik kettő az csak tároló lesz. Hát tanultak a Bécsi úti esetben, és ide már eleve négy vágányos tárolót építenek, ami egyébként szerintem helyes. És szerintem itt, ahol most sétálok, itt fogják átvezetni a villamosineket. Ezt ha mindjárt megmutatom, hogy miért gondolom ezt, de ennek kicsit közelebb megyünk. Szóval nézzétek meg, ott még épül, és ahogy elnéztem, akkor itt lesz egy ilyen íves rész, és akkor ide fog befordulni. És még egyszer mutatom, hogy szerintem itt, ezen a szakaszon, itt lesz majd a két villamos vágány. Itt is valamiért itt építkeztek, tehát szerintem itt is, és itt fog ráfordulni itt erre az útra. És egyébként volt arról szó, és csak aztán végül azt nem elvetett el, mert, hogy a 47-es meg a 49-es így ezen az úton behozták volna szintén ide, ami szintén egy jó döntés, ez volna, legalább közelebb lett volna itt, a buszhoz is, meg a vasúthoz is közelebb lett volna. Most jelenleg, ezt tudjátok, hogy a 19-es, 42-es végállomás ott a buszok mögött van valahol, ilyen földszintes kocsmák, mert gyakorlatilag eldugva mindentől, meg jó messzire. Hát ezt lehetne egy kicsit közelebb hozni, úgy, ha ezen az utcán keresztül vezetni, mert régebben egy hudokvágány is volt. Azt hiszem, hogy így valahogy, tehát ilyen hudokba fordultak meg a villamosok. Erről láttam is Becsi Andrásnál videót, meg láttam róla a régi vágányrajzot is, hogy ez hogy működött, de majd akkor van ide bevágni, hogyha sikerül előkeresni. És én látjátok, hogy itt, tehát valahogy így fog tudni befordulni a villamos. Na, csak így egy gyors bemutatás, hogy azért az látszik, hogy a két vágány hol lenne. Akkor csak visszafelé járnak. Ja igen, mert a másik sávban lezárnám, most egy irányosították, akkor viszont akkor be is jövök idáig, akkor nézzük meg. Most még gyorsan, ameddig nem jön semmi. Hát itt csak hogy bekukantunk gyorsan itt a vájúba. Hogy igen, itt a ennyi helyen megvan a villamosnak, de viszont most autó jön, úgyhogy most visszamegy. Hát annyi biztos, hogy az Etele út, Fehérvári úton ugye a vágány átszelés, vagy a keresztet azt beépítették, amiatt sokáig volt vágányzás, és ketté osztott úton járunk, 47-esek például, meg 41-esek. De akkor ezt megnézzük kicsit közelebb, de mindjárt. Itt legalább be tudtunk rendesen jönni. Hát ennyi látszik. És igen, itt már nem vannak a sinek. Az aszfaltban benne vannak, tehát ennyi sím már van az egyes villamos új szakaszából. Szépen megvan, mindjárt fényképet is csinálok róla. És egyébként, kicsit jobban megnézve, hát majdnem azt mondtam, hogy talfák, de ezek nem azok. Látjátok, itt ilyen ballókon lehet egy-két helyen átjárni a munkagödrök fölött, de és itt is még az aszfalt épül, a villamosvágány még annyira nem. Viszont már állnak a felső vezeték tartó oszlopok. Szeret látni, és épül a hely a villamosvágánynak, tehát haladás az megvan, viszont vágány az még nincs. Ugye ott is látszik, hogy egyik vágány, másik vágány. Mások közben itt forgalom is van. Tehát valószínűleg is itt az egy... Aha, itt lesz a kettő között valahol a sín. Mi ott már elkezdték letenni a felsőletét a tószlopokat is, tehát ide. De hát azért még itt eltelik még egy kis idő, ide. Itt villamosok fognak járni. Akkor közben itt a kideig, ez a
Bikás park, ugye ahol a 4-es metró is megáll, és valószínűleg a villamosnak is lesz egy megállója. Szinte biztos, és valószínűleg itt már az épül. Erre úgy látom, hogy senki. Vagy mégis azt hiszem, erre lehet közlekedni, úgyhogy menjünk le az útról. Hát itt is ennyit lehet látni, hát itt meg ugye még a földkitelmelés megy bőven, tehát sinneket még itt se. És innen már csak alig egy kilométer a Etele út Fehérvári út, ameddig már három évvel ezelőtt, vagy három és fél évvel ezelőtt kb. Elkészült a folytatás, így 15 év késéssel kb. Igen, itt lesznek a vágányok, az már biztos. És szerintem itt megálló épül. Ez még most már nem dolgozik senki, úgyhogy ilyen, hogy itt lesznek a sinek. Hát nagyjából itt így folytatódik, ott itt már áll egy-két felső vezetéktartó oszlop is. Valamennyire esetleg előrébb is lehet nézni. Úgy. És hát errefele is már közeledünk, ott a háttér már a villamos is látszik. Nagyjából eddig van megcsinálva. Itt is még csak a sinek helye van meg. És hát akkor itt lennénk az Etele út Fehérvári úton. Ugye, itt is látszik, hogy csak az a lépítmény van meg, amennyire, plusz így, hogy a vágány keresztül beépítették a vágány eddig. Hát innen fog majd tovább épülni a villamos. Innen, ahogy amerre jöttünk, Elemföldig így jönnek majd el a sinek. És hát itt vagyunk akkor továbbra is. Emiatt volt itt vágányzár most nyáron, ugye, hogy ezeket a keresztidomokat beépítsék. Na, tehát ezt tudjuk, akkor ott megmutatom nektek, hogy ott van. Ott szemben pedig már az idéglenes végállomása az egyes villamosnak. És jelenleg ugye csak a közvágó hídig jár innen, mert ott a középső szakaszán a Népligetig ott vágányfelújítási munkák zajlanak. És hát akkor ez a videó is ennyi lett volna. Úgyhogy akkor innen be is fejezem, és akkor köszönöm, hogy ezt is megnéztétek. Ugye lehet diszlájkolni, lájkolni, ezt már mint tudjátok, kommenteket is lehet írni. És hát köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, akkor sziasztok!